Köszöntöm a közügyek nézőit. Magyar Levente gazdaság diplomációért felelős magyar államtitkár Dél-Bánátba is ellátogatott, ahol számos települést meglátogatott, és elkísérte Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, akivel a tapasztalatokról beszélgetünk. Elnök úr, az egyik ilyen lakossági fórumon megkapta a fülemet egy érdekes mondat, hogy ezzel a gazdaságfejlesztési programmal azt szeretnék, hogy aki esetleg elment, elvándorolt, annak majd legyen miért ide visszajönni, akkor lényegében ez is a cél. Hát ez az egyik cél. A másik cél pedig, az elsődleges cél pedig az, hogy azok, akik itt vannak, azok, akik itt akarnak maradni, azok haszonélvezői legyenek ennek a lehetőségnek, könnyebben meg tudjanak kapaszkodni, vállalkozóként meg tudjanak erősödni, és hogy jobb piaci pozícióba jussanak. De ugyanakkor most kiírásra kerültek a pályázatok a közepes és nagyobb vállalkozások vagy cégek vonatkozásában is, amivel egy teljesen más célt fogalmaztunk meg, nevezetesen kettőt. Egyrésztről azt, hogy ezeknek a cégeknek az erősödésével, fejlődésével munkahelyek teremtődjenek, másrésztről pedig, mivel itt a cégeknek a legnagyobb része végül is földolgozóipari tevékenységgel foglalkozik, akkor az ő fejlődésük, az ő fejlesztésük azt is kell, hogy eredményezze, hogy a beszállítói körük, a termelőknek a köre az számuk vonatkozásában bővüljön. Én azt hiszem, hogy most a most kiírt pályázatok egyrésztről folyamatosságot jelentenek a kisléptékű visszanemtérítendő támogatások tekintetében. Ilyen pályázat most 3 van folyamatban január 31-ig, illetve megnyílt az a hosszú időn át újra és újra bejelentett hitel és támogatás konstrukció, amelyik a nagyvállalkozásoknak az előrehaladását fogja eredményezni. Ebből a kettőből, ezt a kettőt ötvözve, még egyéb más pályázatokat is elindítva, én azt gondolom, hogy a 2017-es évben a számok tekintetében az egyéb más tapintható, fölmutatható, megfogható hozadékok vonatkozásában egy áttörés jellegű változás fog történni ennek a gazdaságfejlesztési programnak a megvalósítása tekintetében, ami az idén januárban kezdődött el, végül is a rendelkezésre álló, 3 év alatt rendelkezésre álló pénzösszegnek durván 10%-át használtuk el, az elkövetkező jó másfél évben kell a visszamaradt 90%-ot fölhasználni. Nem elkölteni, nem szétszórni, nem elzilálni, hanem úgy fölhasználni, hogy abból a vállalkozók és az egész közösség profitálni tudjon. Hogyha jól értem szavait, akkor végül is létrejöhet az, ami terv is, és amiről az államtitkár úr is beszélt, hogy egy önműködő kistérségi gazdasági rendszer alakuljon ki itt a Vajdaságban. Ezt szeretnénk. Szeretnénk olyan földolgozó kapacitásokat létrehozni, például a mezőgazdaság vonatkozásában, amelyik térségi tekintetben egyfajta termelési integrációs funkciót lát el, ami a termelők számára egy biztonságot tudna jelenteni, mert pontosan tudnák, hogy kinek kell, hogy termeljenek. Az, aki termeltetne velük, az integrátor, az ültetvények, a magok vonatkozásában, a növényvédőszerek tekintetében, a tanácsadás vonatkozásában folyamatos segítség lenne, és átvenni azt az árut, amit ezek a termelők megtermelnek, hogy földolgozva ő értékesítse őket a piacon. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert áthidalnánk azt az áldatlan állapotot, amivel ma ebben a pillanatban küszködünk, hogy azok, akik termelnek, azoknak kell el is adniuk a saját árujukat, és szétszakadnak, mert nem lehet két fronton két feladatot ellátni. Másrésztről pedig, hogyha ilyen rendszereket tudunk fölépíteni, már pedig nekem meggyőződésem, hogy ilyen rendszereket föl tudunk építeni, akkor nagyobb volumenű termeléssel, nagyon
nagyon jelentős külföldi piacokon tudunk megjelenni, és nem leszünk kiszolgáltatva. Magasabb értéken, magasabb áron tudjuk értékesíteni a megtermelt árut, és több pénz fog itt maradni. Nem az lesz, ami ebben a pillanatban van, hogy a termelőt kisemmizik, és igazából a kereskedők azok, akik lefölözik a munkájuk eredményét. És azt még mondjuk el, amit államtitkár úr is ön is megjegyzett, hogy lényegében és azért vagyunk most a szórványban, és azért van ez a látogatás is itt, mert innen nagyon sok pályázat érkezett. Sok pályázat érkezett, és azt szeretnénk, hogyha az elkövetkező időben is sok pályázat érkezne. Gyakran szoktak a tömb és a szórvány viszonyáról, vonatkozásáról beszélni. Én mindig annak a híve voltam, hogy a szórvány tekintetében egyfajta pozitív diszkriminációt kell alkalmazni, jobban oda kell figyelni, számarányosan jelentősebb támogatásokat kell biztosítani, mert hogyha a szórvány eltűnik, akkor az, ami ma tömb szórványjá válik. Ez az elmúlt pár hónap tapasztalata az bizonyította, hogy ezt a prosperitáti pályázatán keresztül is sikerült megvalósítani. Ugyanis a sikeres pályázati beadványoknak mintegy 33%-a származik abból a szórvány település csoportból, ahol most az államtitkár látogatást tesz, 23 településről van szó. És ezek között volt Nyugatbácska, meg volt Szerémség, meg Délbánát, meg Középbánát, tehát valóban a szórvány településekről beszélünk. Ez a 33%-nyi sikeres pályázat a rendelkezésre álló összegeknek a 25%-át vitte el, és hogyha megnézzük, hogy ezeken a településeken mennyi magyar él, akkor arra a számra jutunk, hogy ez az összmagyar közösségnek mintegy 15%-a. Tehát, hogyha van kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy milyen életerő van a szórványban, hogy működtetjük a pozitív diszkrimináció vonatkozásában a szórvány támogatását, akkor azt gondolom, hogy a prosperitáti eddigi 10 hónapos tevékenysége és annak eredményei pontosan ezt támasztják alá. És még csak nagyon röviden arról, hogy itt hallhattunk számos javaslatot és kérdést, akkor ezeket bele fogják foglalni, és igyekeznek a pályázatokat is úgy alakítani, ahogy ezek az igények megjelennek? Ez eddig is így volt, és ezután is így fog lenni. Nem lehet íróasztal mellett olyan rendszereket kitalálni, kigondolni, amik az élet minden egyes igényének megfelelnek. Fontosak ezek a lakossági találkozók egyrésztről a tájékoztatás szempontjából, másrészt pedig azért, hogy az ember hallja, hogy az emberek mit gondolnak, milyen ügyeik vannak, milyen elképzeléseik vannak, milyen javaslataik vannak, és ezeknek a javaslatoknak a folyamatos rendszerbe való beépítése történt eddig is és ezután is. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ahogy Pásztor Istvántól, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökétől is hallhatták, egy kistérségi önműködő gazdasági rendszer a TÉT. A közügyeket Agárdi Gábor tudósította.